Sziasztok, kedves barátaim! Lelki vándor. Ki a lelki vándor? Erről tanulhatjuk a Bhagavad Gita-ba és a Srimad Bhagavatamba. Ami arról szól, hogy gyakorlatilag ember, ahogy vándorol a testtel, ez az egy vándorlás, de egy testtel vándoroljunk egy bolygón belül, de gyakorlatilag az ember vándorol egész univerzumban. Bhagavad Gita azt mondja, dehénos minya tá dehe kaumaram yavaram jara tathá dehantara praptir dhirasztátra namuhyati. Azt mondja, hogy a igazi vándor, aki maga a lélek, ő már egy testen belül is vándor. A csecsemőkortól gyerekkortba, gyerekkortól serdülőkor, serdőlő fiatal, érett, öreg és meghal. És ugyanúgy, ahogy egy életen keresztül vándorol a lélek, ugyanúgy halál után át fog lépni a következő testbe. Gondolom, ti már sokan hallották, hogy 7 évente emberi test kicserélő vagy felújítja összes sejtet, ezért 7 évente mondhatjuk új testre vándorolunk. A Bhagyavan Konva Kona Jiv. Szóval a lélek vándorol az egész univerzumon. És ha valamikor jó helyzetbe születik, valamikor rossz helyzetbe születik. És a valamikor emberi testbe vándorol, és ott születik, valamikor állati, valamikor növényi testbe születik. De az emberi test az az igazi érték, és az az igazán ritka születés. Védikus írások azt mondják, adható Brahma Jigyasu. Hogy olyan ritka, és hogyha mikor te újra, végre újra születél emberi testbe, akkor érdeklődj az abszolút igazságért. Vagy kérdezd meg, miért vándorolnom kell, miért kell szenvednem, miért kell meghalnom, miért kell beteg lennem. Ez a kérdés, ez egy józon embernek a kérdése. És végül kell kérdezni, miért kell szenvednem, miért kell meghalnom, meddig megy az a újjászületés, ki vagyok én végül, hogyha lélek vagyok, akkor miért kell újra és újra cserélni testeket, ki Isten? Ez a következő kérdés. És mert lényeg, hogy a szenvedés óceánját át kell szelelni azáltal, lélek, aki sokat vándorolt és ébren, hogy megértsen, hogy ő lélek, és a testi születés és halál és betegség, ez mindig szenvedést fog okozni, és vissza kell nyerni a saját lelki természetet. Nem kell elveszíteni a saját személyiséget, saját tudatosságot, hanem vissza kell nyerni a lelki tudatot, és ekkor ember el fog kerülni betegséget, halált, itt halljátok, megy a sziréna, és ez valamikor értünk is fog jönni, de aki lelki tudatban van, ő érte nem jön egy ilyen kocsi, hanem ő vissza fog menni lelki világba. Írjátok kommentekbe, ki már tudja róla, hogy ő egy lélek, de ki úgy él is, mint egy lélek, mert tudni róla nagyon-nagyon jó. Ez egy hihetetlen fejlett ember, aki tudja magáról, hogy lélek. De az, aki megvalósította, hogy lélek, és él, mint lélek, az hibátlan ember. Várom kommenteket, köszönöm szépen, további szép napot, és legyünk mindig józanok. Hare Krishna!